Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban egy kuriózumnak számító fűszernövényt fogunk bemutatni. A legenda szerint a párzó gímszarvas hímek szeptember-októberben a szarvasgombától kaptak új erőre. Aki a szarvasgombát megismerteti velünk és mindent bemutat, Úrich József személyében, beszélgető partnerem. Üdvözlöm József, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogyan kezdődött a kapcsolata a gombával? Teljesen véletlenszerű a történet. Kárpótlás során szereztük meg ezeket a területeket, és a középső fiam egyszer kijött egy falról, hogy ez meg mi. Rém lett valahol, hogy én ezt már láttam, megnéztem egy növényhatározóba, és ő volt a nyári szarvasgomba. Visszamentünk, nem utas csak hol volt, egy barbár módon főtúrtuk az egészet, egy kiló gomba volt a fa alatt. Utána szembesültem azzal a ténnyel, hogy nem tudom eladni. Akkor még senki nem foglalkozott ilyenekkel, és a végén meg kellett, hogy egyem, mert rám rohadt volna az egész. De ez egy plusz nagy élményt is nyújtott, mert az mondjuk egy délután esti órákban történt, vajon egy picit megfuttattam, és spiritosan megnyomogtam, és másnap reggel, mikor leültem a trónszékre, és sikerült a művelet, akkor tágult ki a szemem, mert olyan szarvasgomba illat volt, hogy az valami hihetetlen. És akkor, hát mondom, ez egy komoly dolog, ezzel foglalkozni kell, hát ha itt terem, akkor teremjen már 20 méterre odébb is, és akkor indultak a szarvasgombával való kísérletezgetések, megint a véletlen keze, akkor kezdett alakulni az ELTE-n egy ilyen kis szarvasgombás kör, egy rádióriportból hallottam, és hát nyomába eredtem a történetnek, fölgöngyölítettem a csapatot, én is bebútoroztam közéjük, és hát együtt kutattuk, amit kutatni lehetett, és hát olyan 4-5 év gyakorlati egyetemi munka, meg elektromikroszkóp, meg mikoriza kapcsolat, meg hát hosszú ez a történet, kidolgoztam egy módszert, amivel tudjuk a szarvasgombát úgymond szaporítani. Gyakorlatilag le kell követni a szarvasgombának a szaporodási mechanizmusát. Ugye ő azért fejleszti azt a nagyon jó átható illatot, hogy őt igenis könnyen találják meg, egyék meg, a tápcsatornába befészkelve magát, ugye a négylábúak szépen elviszik, és ha szerencséje van, olyan helyre potyan, akkor onnan indul az új kolónia. Na most a szarvasgomba spórából fejlődő gombafonalak megkeresik a gazda növénynek a gyökerét. Arra kapcsolódnak rá, ezt hívják mikoriza kapcsolatnak, és gyökérmódva viseltetnek a gazda növény felé, segítenek a tápanyagok, vizek felvételében, cserébe kapnak vissza feldolgozott növényi cukrot. És tulajdonképpen ennek az egész szaporításnak a lényege, hogy vizsgáljuk a talajt, tehát csak olyan helyre kerül szarvasgombaspóra, ami az ő igényeit kiszolgálja. Ott mi összehozzuk a gazdanövénnyel, és egy olyan erdőt ültetünk, ami termi a gombát. És most erről szól a nagy projektünk, hogy hogyan ültessünk szarvasgombás erdőt, illetve ezt nagyon jó össze tudtuk most kötni az erdősítési programmal, és az összes olyan terület, ami alkalmas gomba szempontból is, hát az bizony már úgy kerül fásításra, hogy ott van a gomba. Hogyan képzeljük el ezt az együtt élő szimbiózist? Mire van szüksége a szarvasgombának ahhoz, hogy hosszú távon is teremjen? És... Hát jó talajra, majd elmondom, hogy mi a jó talaj, és vízre van szükség. Na most víz nélkül nem megy a buli. Csinálhatunk akármit, ezért sok esetben már öntözzük is. Ez a 2 hektáros bekerültett terület, ez öntözhető. Mi a jó talaj? PH-ját tekintve olyan
7-7 és fél vizes pH, közepes kötöttség, tehát ez az aranyféle kötöttségben olyan 40 környéke, az a legjobb. Szereti a vályogos talajokat, szereti a humuszt, szereti a nedvességet, és szereti a meszet. Na most, ha ez úgy egy helyen megvan, akkor már nehéz elrontani a mutatványt, akkor már csak megfelelő minőségű és előkezelt szaporítóanyagot kell összehozni a makkal, és azt vetjük. Milyen időszakban terem a szarvasgomba, és hogyan végzik a betakarítását? Szarvasgomba az gyakorlatilag nyár elejétől, éppen tegnaptól, május 15-től indult a szezon, és gyakorlatilag ez eltart addig, amíg be nem jönnek a fagyok. A betakarítása idomított kutyussal, az élőhely minimális bolygatásával visszatemet, és nem szabad túl sűrűn gyűjteni, meg kell várni, hogy megérjenek a gombák. A kutyák is úgy vannak idomítva, hogy az éretlen gombát nem szedik ki, csak az érettet. Hát ezt meg ugye az illatanyag alapján a tanítás során beléjük programozzuk. Hetente kétszer járjuk át a területet, és utána jön az értékesítés, amit mindenki féltve őrzött hálózata is titkai vannak, és erről nem tudok többet beszélni, de nem probléma. A lényeg az, hogy nem probléma, két telefon, és vagy én viszem, vagy jönnek érte, és el van adva. Hogyan néz ki a tökéletes szarvasgomba? Mik az ismertető jelei? Jó illatú, gömbölyded, hasonlítsuk mondjuk alma alakra, nem sérült, friss, ropogós, kemény, ha így ütött, kopog. Nagyjából ennyi. Az ízét mihez tudjuk hasonlítani? Hogyan tudnánk körülírni a legjobban? Hát az irodalom azt írja, hogy a nyári szarvasgomba legalábbis az első időszakban ilyen kicsit főtt kukoricára emlékeztető, szerintem szarvasgomba illatra emlékeztet, és én ezt így nagyon kiszúrom, és de ha már az illatánál tartunk, akkor megemlítem, hogy a nem járat, szarvasgombában nem járatos érdeklődők óvakodjanak a ilyen olasz szarvasgomba olajok, meg hasonló témakör, mert mind mesterséges illatanyaggal vannak színezve. Gyakorlatilag a gomba fermentációját, ha olajba teszem, nem lehet meggátolni. Oxigén nélküli környezetbe is elrohad. Tehát ezek mind ilyen műanyag dolgok, amik nagyjából kint vannak a kereskedelemben. Ha valaki a szarvasgombát akarja élvezni, megismerni, ízlelni, akkor azt nyers gombával tegye. Ez egy baráti jó tanács. Milyen felhasználási területei vannak Magyarországon a szarvasgombának? Kik azok, akik leginkább keresik ezt a fajta fűszernövényt? Hát, ez nagyon sokrétű, ezt így nem kategorizálnám. Hát most ugye vannak az éttermek, de vannak ilyen turisztikai célpontok, ahol a szarvasgomba köré csinálják meg a programot. Indul az azzal, hogy például szervezünk egy szarvasgomba vadászatot, amikor a gombagyűjtő kutyák bemutatják a valóságban, hogy ez hogy történik. Jönnek az érdeklődők, megveszik a belépőjegyet természetesen a programra, és amikor összegyűjtöttük, akkor nagyon jó áron meg tudják venni a friss szarvasgombát, és a helyi étterembe megehetik a szarvasgombás ebédet. És akkor ez így egy csomag. Kutyusok már fölkészültek, ahogy látom, mutassuk meg a nézőknek akkor ezt a szarvasgomba vadászatot. Itt vagyunk az Ulrich szarvasgomba birtokon, és Balázs és Merlin pedig most szarvasgombát indulnak keresni.
Lássuk, hogy milyen sikerrel járnak. Gyere, menj, keresd! Hogyan jelzi, hogyha talált? Hát a Merlin kaparással ő elég pontosan talál. Sok különbség van így a jelzések között a kutyáknál, hogy egyet kapar, és akkor a gazdinak kell megtalálni, vagy éppen, hogy a Merlin ő addig keresi, ameddig meg nem találjuk. Uh-huh. Valaki csak leül, szóval sok, de a Merlin az kaparással meg. Hogyan idomítjátok be a kutyákat rá, hogy jelezzenek, hogyha szarvasgombát találnak? A legtöbb kutyában ez ösztönösen megvan a keresés, és semmi más nem csinálunk, csak megtanítjuk neki a kereső munkát, és végül a szarvasgombát, hogy mit is keresünk a végén, de ez ösztönszerűen jön a kutyáknál. És akkor a Merlin egy kihívásnak tekinti ezt a szarvasgomba keresést? Hát, ha nem is kihívás, mert neki nem nagy feladat ez, inkább, nem is a kihívás, ez neki egy jó időtöltés a gazdival. Nagyon szeretnek dolgozni, nagyon szeretik, hogy le vannak jutalmazva, és hogy le vannak fáradva. Keresd! Keresd! Keresd. Tipikusan labradorokat szoktatok használni? De meg is lesz. Hát mi nagyon szeretjük a labradort, mert egy nagyon stabil kutya. Nagyon sok helyen használják, mint munkakutyát, mint vadászatkor, mint vakvezetőnek, szarvasgombakeresőnek. És nagyon stabilan ki lehet képezni. Kevés az olyan kutya, aki nem alkalmas erre. Keresd, Merlin! Keresd! Mutasd, hol van! Keresd! Milyen mélyen szokott lenni a föld alatt? Hát egy talajfelszínen, vagy egy alatt egy ilyen 5-10 cm maximum, ez a fajta szarvasgomba. Keresd, Merlin! Merlin, mutasd, hol van! Milyen szarvasgombákat tenyésztetek? Itt az úri birtokon megtalálható a nyári szarvasgomba, a téli szarvasgomba, nagyspórás szarvasgomba és a kátrányszagú szarvasgomba. Kísérletezünk az isztrai szarvasgombával, majd ott is ezt meg tudjuk mutatni. De jelen pillanatban ez a négy fajta, amit itt ezen a birtokon tudunk termeszteni. Melyik a legsikeresebb szerinted? Hát egyértelműen a nyári szarvasgomba. Nekem nagy kedvencem a nagyspórás szarvasgomba, de ez egy kis részem van nekünk, mivel csak kísérletből próbáltuk. Hál' Istennek sikerült, de abból nem tudunk még nagy mennyiséget itt találni. Maga ez a módszer, az erdészeti szarvasgomba termesztés, amit hívják, az nem csak egyben arra jó, hogy olyan területen, ami mondjuk egy mezőgazdasági terület, olyan bevételt tudnak tenni szert, ami egy 5-10-szeres a kukoricának, vagy egy egyéb hagyományos mezőgazdasági kultúrának, hanem egyben nagyon környezetvédő és nagyon jó fegyvere lehet ennek a klímaváltozás ellen, hogy nincsen széndioxid kibocsátás a termesztésünk során. Gyakorlatilag sétálunk, és a kutya végzi a munkának a nagy részét. Emellett nagyon sok széndioxidot köt meg az erdő, plusz a talajt nagyon védjük ezzel, hogy nem műtrágyázunk, semmilyen kemikáliát nem használunk. Így teljesen természetközel és fenntartható lesz ez az egész módszer. És ugye ami a legnagyobb probléma a klímaváltozásban, ugye az erdők hiánya, és hogy veszíti a területébe az erdő, hogy nem gazdaságos egy erdőt fenntartani. Legalábbis nagyon sok ezer hektár kell ahhoz, hogy megérje, viszont ezzel a módszerrel akár kisebb 1-2 hektáron is lehet jövedelmező, és
10-20 ezer fa van egy hektáron, ami hatalmas nagy szám. És ez egy nagyon jó védelme a bolygónak is. Az erdőben élő állatok mennyire szoktak nektek kárt okozni? Sajnos nagyon. Ezért minden egyes telepítést úgy kezdünk, hogy egy nagyon komoly kerítés hálózatot építünk hozzá, szépen levert akácoszoblag és egy nagyon jó minőségű vadhálóval. Az első időszakban igazából a rágcsák, nyulak, őzek, szarvasok, amik ugye a kis csemetéket nagyon rongálják, később viszont a vaddisznók ellen, és főként az ellen kell védekeznünk, mert ők gyorsabban megtalálják, mint mi, és ez nekünk nem jó. Szuper, köszönjük. És ez a drótháló, ez elvileg képes megtartani a vaddisznót is? Még a kocsit is. Igen? Ez nagyon erős. És nem fordult olyan elő, hogy esetleg áttúrta alá alatta magát, vagy földbe is? Nem, mert vagy le van ásva, vagy egy kicsit ki van hajlítva, és amikor a vaddisznó ide jönne túrni, akkor vagy hogyha le van ásva, ugye akkor nem találja meg az alját és nem tudja megemelni, vagy hogyha ki van hajlítva, akkor már a leve rajta áll, és nem tudja felemelni. Nyilván vannak rókák és nagyon sok egyéb állat, akik beássák magukat, szóval folyamatosan kontroll kell és néznünk kell a kerítés állapotát, de ez egy nagyon jó védelmet ad az erdőnek is, a szarvasgombának is. Mesélj, légy nekünk az öntöző berendezésekről. A klímaváltozás miatt úgy vettük észre, hogy sajnos már elkerülhetetlen lesz, hogy ezeket az erdőket öntözzük. Ez nehéz is, mert támogatás szempontból is egy erdőt nem kell öntözni, és hogyha az erdő felügyeletet, vagy az erdészeket kérdezzük, hogy ebbe hogy tudnának segíteni, mindenki teszi fel a kezét, hogy ezt nem tudja, mivel ezért nem megszokott dolog, hogy az erdőt öntözzük, de ugye itt nem az erdőt öntözzük, hanem maga a szarvasgombát. Itt láthatok is egy öntöző fejet. 10 méteres sugarú kört képes be öntözni, szépen el van osztva, és így a talaj felszínt mindenhol át tudjuk itatni vele, és akkor itt tudjuk segíteni a szarvasgombának a fejlődését. Sima vízzel öntözitek, vagy esetleg bármi egyéb adalékszer is van benne, ami növésserkentő? Hát ahogy mi tudjuk, gyakorlatilag a mész az, amire nagyon szüksége van különböző, vagy különösen egy másik anyagokból, ezért nem szükséges, ezért inkább itt a víz a fontos, hogy jó át legyen itatva a felső pár centi a talajnak, ezt mi itt egy tóból oldjuk meg, de ez furtkuttal és bármilyen vízből megoldható. Keresd, hol van? Mutasd. Na, és nézzétek. Még kettő is volt. Szóval gyakorlatilag a talaj felszínen talán még fönt is vannak, de hogy inkább az alatta van egy picivel. Úgy szaporodik a szarvasgomb, hogy mindennel megtaláltatja magát, és megetetti, úgyhogy itt tud A-ból B-be eljutni könnyen. És ha nem veszük időbe, akkor megeszik. Ami nagyon fontos a szarvasgomba keresésnél, hogy minél kisebb talajmozgatással keressük meg, mert akkor egész roncsoljuk a rendszerét, úgyhogy ezért is fontos, hogy idomított kutyával meg hozzáértéshez gyűjtsük meg, különben
akár ki is tudjuk pusztítani egy adott helyről. Nagyon sokszor, amikor észreveszi a kutya, hogy megtalálta, de mégse dolgozzuk ki, akkor megesik néha, hogy megeszi. Ezt válogatja az ember. Engem nem zavar, a nagyokhoz például nem is nyúl hozzá. Szóval szépen kialakult, megtanulta, hogy ha kicsi van és esetleg nem veszük észre, akkor sem mindig, de előfordulhat. Viszont ha nagy gombát találunk, akkor nem is veszi bele a szájába, nem is nyúl hozzá. Alapvetően a kutyának nem az a nehéz, hogy megérezze és megtalálja szarvas gombát. Egy-két órás foglalkozással meg lehet tanítani egy kutyát egy kertbe, egy udvarba, egy nyugodt körülmények között, de ugye itt erdőben vagyunk, hogyha nem ültetvényen vagyunk, hanem természetes erdőkben vagyunk, akkor ugye a vadnyomás nagyon sok, ugye itt a pocok, lyukak elviszik az illatanyagot, úgyhogy itt ezért nehéz ez a keresés természetes helyen. Hát ez már gyakorlat kell, meg nyilván egy jó kiképzett kutya, de ezt azért könnyen el lehet érni. Vállaltok ilyet, hogy kutya kiképzés vagy oktatás? Hát én inkább ismerősöknek és ajánlás után szoktam segíteni. Én inkább így fogalmaznék. Teljesen más módszert alkalmazok én, mint szerintem a nagy átlag, hogy kiképzi a kutyáját. Én inkább vagyok annak a híve, hogy megmutatok egy pár módszert, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell a kereső munkát elsajátítani, és a gazdával együtt tanulják meg a keresést. Én csak ma helyet biztosítom, és a szaktudásomat, hogy is kell rendesen megtalálni a gombát. Ők ezt látják, tudják gyakorolni, és akkor így egy nagyon szép is eredmény szokott lenni. Ellentétben abban, hogyha valaki mondjuk egy kész kutyát vásárol, ebből pont annyira benne kell lenni az embernek is, mint a kutyának a keresésnél. Nyári szarvasgombát egyszerűen meg lehet találni a többihez képest, de ez is kell az embernek is egy tudás, hogy megtalálja. Szóval ha jövök én ide mondjuk a kutyámmal, akkor képes lehet ő is gombát keresni akár? Hát egy-két hét foglalkozás után igen. Aha. Szóval egy nem kiképzett kutyának lehet, hogy érzi a szarvasgombát, de nem tudja, hogy azt kell keresnie. Úgyhogy nyilván átmegy fölötte, és nem tudja, hogy azt kell megkeresni. Én is próbálkoztam a Merlinnel, különböző ilyen drogkereső tanfolyamokon vettünk részt, egy nagyon jó barátom csinálja, és kíváncsi voltam, hogy képeztük ki semmilyen illatanyagra, és hogy mit alkot a Merlin, és mindegyik fölött elment, hogy nem vette észre, pedig a szarvasgombát elég ügyesen megtalálja. Úgyhogy nyilván mindegyikhez rá kell állítani a kutyát, és akkor ezt egy problémát tudja keresni. Köszönöm szépen Úrich Józsefnek és Úrich Balázsnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és bemutatták itt a gyönyörűséges szarvasgomba birtokukat. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!